A tavaszi szünet utolsó napján egy kedves meghívásnak tettünk eleget, amikor ellátogattunk a Halmitéri Általános Iskolába. Örömmel figyeltük, ahogy a tanulók, ha csak egy napra is, de átvették a hatalmat az iskola vezetőségétől, tanáraitól. Összeállításunkban jól látható, hogy a diákok kapva kaptak a vissza nem térő alkalmon. Az ünnepi nap reggel 8-kor kezdődött, amikor is az igazgató úr átadta az iskola kulcsait a leendő polgármesternek, majd a beszédek után a szalagot is átvágták. A nap egy izgalmas visszavágással kezdődött. A leendő polgármester ugyanis az összes tanárt megbüntette és különböző feladatokkal látta el őket. Volt, akinek táncolnia kellett, volt, akinek futni, és még sok mást is végig kellett szenvednie a tanári karnak. Azután egy csapatjáték következett, ahol értékes fabatkákat lehetett gyűjteni. A játékot szabad foglalkozás követte. Minden teremben más és más programok várták a diáksereget. A nap végén fáradtan, de a tanároktól elégtételt véve mentek haza a tanulók, akikre egy hét szabadság várt.